Közel két éve vált el Mosonudvar Mosonmagyaróvártól. Győr-Moson-Sopron megyében ezen a településen a második legmagasabb a helyi adóbevétel. Az elmúlt 15 évben komolyabb munkálatok nem zajlottak a községben, ezért ennek a pénznek meg is van a helye. Tudtuk meg Rinczky Lajos polgármestertől. A településünkön az összes poros-kavicsos útnak a tervei már megvannak. Egyetlen egy utunk még nincsen megterveztetve, nem építési engedélyes, még vár az építési engedélyre, ez a Bereki utca, a ipari területünkhöz lévő bejárati út. Az elmúlt két évben felépítettek egy sportpályát és egy új öltözőt a fiataloknak kedvezve ezzel. Azonban a település az időseket sem hanyagolja el. Programokat szerveznek nekik, vagy éppen csak tüzelőt visznek az arra rászorulóknak. Nyugdíjasokat észrevették, hogy vannak. Előbb 25-30 évben nem törődött velünk senki. Mosonudvar főútvonal mellett fekszik. Jelenleg zöldtáblás település, ami azt jelenti, hogy az átmenő forgalomnak 60 km/h kéne lelassulnia. Sajnos ez a legtöbb esetben nem történik meg. A falu vezetése szeretné elérni, hogy a két busz megálló közé zebrát festhessenek fel, valamint azt, hogy fehér táblás településként még tovább lassuljon az átmenő forgalom.